Szia, Viki! Szia! Mi az, amit vársz ettől az utazástól? Nincsenek konkrét elvárásaim. Igazából szeretném megtapasztalni a szabad jelenlétet és a természet közelségét. Uh-huh. És mit tudsz Ecuadorról? Nagyon semmit. Ez jó lesz, hogy meg kell. Van-e valami félelmed? Mi az, ami kevésbé jól sikerülhet? Hát olvastam róla, hogy vannak piranyák, rengetegféle kígyó, pók, különböző krokodilok, aligátorok. Ezzel kapcsolatban van egy picike félelmem, de egyébként teljesen nyugodt vagyok. Meg a spanyol nyelvnek az ismeretének a hiánya az, ami egy kicsit még így aggaszt. Mit szólt a családod, hogy elmész? Mindenki azt mondta, hogy nem fogok visszajönni. Azért, mert meghalsz, vagy azért, mert tetszeni fog? Szerintük azért, mert hogy annyira jól fogom érezni magam, hogy nem akarok majd visszajönni. Pedig én egyáltalán nem sugaltam nekik semmi ilyesmit. És mi lesz ott a kedvenc gyümölcsöd, vagy ételed? Nagyon sokféle gyümölcs van, aminek a nevét sem tudom, csak képet láttam róla, szóval fogalmam sincs. Erről majd utólag beszámolok. És szerinted egy átlagos napon hány rovar csípés szerzel majd? Remélem, hogy minél kevesebb, de bízok abban, amit több embertől is hallottam, hogy az újakat nagyon szeretik, de aztán amikor az ember átszellemül, akkor annál kevesebb rovar fogja megcsípni. És mit fogsz csinálni, ha szembe jön egy jaguár? Szerintem megállok és hátrálok, de remélem, hogy nem leszek olyankor egyedül, és talán még az is jó lehet, hogyha az ember mondjuk elkezd énekelni. És mit csinálsz, hogyha szembe jönnek indiánok az erdőben? Mosolyogni fogok. Van-e valami, amit ki szeretnél ott próbálni? Nem aludtam még függőágyban, úgyhogy ezt mindenképp ki szeretném próbálni. Vettem is függőágyat, meg hozzászúnyoghálót. Egyébként sok minden van, amire nyitott vagyok, de úgy érzem, hogy azt majd ott fogom eldönteni, hogy szeretném. Fog-e valami hiányozni Magyarországról? Ezt most még nem tudom. Milyen emberként fogsz hazatérni? Ezt se tudom. Meddig tervezel maradni? Hát ugyanaz a válaszom, mint az előző kettőre, hogy majd meglátjuk, ahogy jön. Szia, Marci! Sziasztok. Mit tudsz Ecuadorról? Ecuador egy ország, Dél-Amerikában. Hát tudom, hogy jó meleg van, mindig jó az idő. A nevét arról kapta, hogy ugye ott megy át az egyenlítő. Már voltam is egyébként, nagyon szép ország, nagyon jó fejek van, nagyon jó fejek az emberek. Sok az őslakos. Hát ja, szerintem egy nagyon szimpatikus ország. Nagyon sok jó tulajdonsággal. És mi az, amit vársz ettől az utazástól? Hát őszintén szólva, hogy jó meleg lesz. Igazából nincsenek ilyen illúzióim, szóval, hogyha mondjuk itt Magyarországon rosszul érzem magam, akkor valószínűleg ott is. Ugyanúgy érezném magam, de szóval, ja, igazából inkább az a kaland, meg hogy most jó idő lesz, meg hogy friss gyümölcsöket tudunk enni, jó társasággal, ja, meg kipróbálni ezt a kommunális életet. Van-e valami fontos személyes tárgy, amit viszel magaddal? Tárgyakhoz annyira nem kötődöm, szóval bármi eltűnne, valószínűleg ez nem zavarna. Van-e valami félelmed? Mi az, ami esetleg kevésbé jól sikerülhet? Hát nem tudom. Esetleg az, hogy egyedül maradok ott magyar, és akkor én még nagyon maradnék, és a többiek meg jönnének már vissza. És mit szólt a családod és a barátaid, hogy elmész? Hát már megszokták. Úgyhogy igazából nem sokat. És mit gondolsz, mi lesz ott a kedvenc ételed vagy gyümölcsöd? Hát nekem legutóbb az volt szerintem, hogy minden reggel avokádót ettem. De a másik kedvencem meg az a nagyon sok fajta banán, főleg ez a piros banán, aminek nem tudom mi a neve. Egy átlagos napon szerinted hány rovar csípés szenvedsz majd el? Hát mikor legutóbb voltam, akkor emlékszem, hogy az én dzsungeles részeken igazából nem zavart, de hogy nagyon sok ilyen kis szúnyogcsípés volt rajtam. Nem éreztem, csak amikor hazaértem, akkor láttam, hogy tele van a testem velük. De ja, igazából szerintem ki fogom bírni.
És mit csinálsz, ha szembe jön egy jaguár? Ezt nem tudom megmondani. És hogyha indiánok jönnek szembe, akkor mit csinálnál? Köszönök nekik. Van-e valami, amit ki szeretnél ott próbálni? Az nem biztos, hogy... el kéne mondanom. Van-e valami, ami hiányozni fog Magyarországról? Hát a barátok leginkább. Sőt, csak a barátok, semmi más. Meddig tervezel maradni? Hát jó lenne fél évig, 3 hónap biztos, utána meglátjuk, mennyire élhető, vagy meg sikerül-e elintézni a vízumot. És milyen emberként fogsz hazatérni? Ugyanolyanként, amilyenként elmentem. Szia Robi! Szia Zsófi! Mit tudsz Ecuadorról? Hú, hát sok mindent, de az igazán fontos dolog, amit tudok, az az, hogy mindig jó idő van, meg sok finom gyümölcs van, meg vannak ott barátaim, úgyhogy ja, ez ami igazán fontos, de sok szép hely van ott, amit meg szeretnék látogatni. Mi az, amit vársz ettől az utazástól? Hát ez szerintem egy életre szóló tapasztalat lesz, már régóta készülök, oda 2017-ben vettem ott egy darab földet, de most szeretnék házat építeni, vannak ott amerikai barátaim, úgyhogy meg fogom most tapasztalni végre azt a közösségi életet, amit ott az esőbe, erdőbe élnek a barátaim már 7-8 éve. És milyen érzés, hogy magyar barátokat is tudsz vinni magaddal, és jönnek utánad? Hát nagyon jó, nagyon örülök, hogy nem csak egymagam megyek, hanem 4-en megyünk. Ugye Marci, Viki, Laci, meg én. Úgyhogy szeretném, ha ez ugye az első útunk lesz, de hogyha bejön nekünk Ecuador, akkor szeretném, ha jövőben még több magyar barátunk jönne. Úgyhogy ez nagyon jó érzés. Lesz egy magyar vegán mini kommuna Ecuadoron belül? Lehetséges. Miért ne? Én már beszéltem jó pár emberrel, aki érdekelt ebbe. Úgyhogy föld már van, érdeklődők vannak. Persze most megyünk először, úgyhogy még nem tudom milyen lesz, de hát megtapasztaljuk és majd kiderül, de hogyha van erre igény, akkor miért ne alakulhatna ki ott egy magyar ökofalu. Van-e valamilyen fontos személyes tárgy, amit magaddal viszel? Igen, több is. Körfűrész, orrfűrész, behajtó. Az amerikai szerszámaimat, amit hazahoztam, azt most viszem, mert szeretnénk építeni ott egy vagy két házikót, hogy legyen ahol lakjunk, mert jelenleg nincsen házikó a földemen. Van-e valami félelmed? Van valami, ami rosszul sülhet el esetleg? Vannak igen enyhe félelmeim. Rémálmom is volt, hogy megtámadt egy jaguár az erdőbe, Ecuadorba. A legnagyobb félelmem a jaguár, itthon rémálmaim a medvével szoktak lenni, ott most már kezdődik a jaguárról. A jaguár egy új szint. Igen, igen. És mit csinálnál, ha szembe jön egy jaguár? Hát lefújnám paprika spréjjel. A medve spréjjel, amit viszek innen Székelyföldre. Viszel? Igen. Mit szólt a családod, hogy elmész? Hát, ők már nem nagyon szólnak, ugye elmentem Amerikába, 6 hónapra, és 15 év múlva jöttem vissza, úgyhogy csak azt mondták, hogy remélik, hogy nem 15 év múlva fogok ismét visszajönni. Mi lesz ott a kedvenc gyümölcsöd? Azt hiszem, hogy a rolinia meg a marang. Előbb a rolinia lesz, majd a marang, úgy értettem, ilyen sorrendben. A marang állítólag a legfinomabb az ottani gyümölcsökből. Mert az milyen? Nem tudom. Én soha nem ettem. Egy átlagos napon hány rovarcsípést fog szerezni? Biztos, hogy sokat, főleg ezekből az apró szúnyogféle gnet vagy nosium, vagy hogy hívják, Floridában is volt olyan. Hát állítólag hozzá lehet szokni, úgyhogy néhány hónap után már nem lesz nagy probléma szerintem. És mit csinálsz, ha szembe jönnek indiánok az esőerdőben? Hát köszönök tisztességesen, meghajolok.
és hogyha nem kezdnek lövöldözni vagy verekedni, akkor akkor jól el leszünk szerintem. Van-e valami, amit ott szeretnél kipróbálni? Igen, hogy most már indiánokról van szó, szeretnék részt venni egy ilyen indián sámános szertartáson. Mi fog a legjobban hiányozni Magyarországról? Vagy Erdélyből. Vagy Erdélyből. Hát a barátok meg a család. De... Milyen emberként fogsz hazatérni? Hát nagyjából ugyanolyanként, de szerintem sokkal gazdagabban tapasztalatok terén. És meddig tervezel maradni? Hát 3-6 hónapig kb. De majd meglátjuk, hogy szeretem ott. Szia Zsófi! Szia! Kiutaznál egyet Ecuadorba? Mindenképp. Az első erdőbe eltültenél néhány hónapot? Abszolút, nagyon vonzanak a kalandok, és nagyon várom, hogy én is menjek. Miért vonz? Hát már az az élet, hogy úgy az mindig kimozdít egy kicsit a saját fejedből, meg a környezetedből, és utána máshogy látod a világot, és az olyan frissítő. És mit tudsz Ecuadorról? Hát azt tudom, hogy egy nagyon kellemes éghajlatú ország, az egyenlítőn, az Andok mellett, az Amazonas esőerdő is a része, és nagyon jó az idő, nagyon finom gyümölcsök vannak, nagyjából ennyit. Jó, és mit gondolsz, meddig fogjuk mi bírni ott, mi is, meg majd te is, ha jössz? Hát ez nagyon egyénfüggő szerintem. Nyilván így valaki szívósabb, valaki kicsit érzékenyebb, de szerintem pár hónapot mindenki fog bírni, egy, kettő, hármat. Meg aztán az ember adaptálódik, tehát lehet, hogy az élet nem lesz olyan könnyű, de meg lesz a maga szépsége, és akkor végig lehet csinálni. Úgyhogy kíváncsi, várom. Lesz neked egy kis előnyöd, ugye, mert mi négyen előre megyünk. Felkészítitek a terepet. Igen, igen. Mit üzensz nekünk négyünknek, akik így előre megyünk? Hát azt üzenem, hogy nagyon vigyázzatok magatokra, és élvezétek ki a sok jó pillanatot. Lehetőleg minél kevesebbet online, és szívjátok be magatokba a környezetet, ami ott van. Biztos nagyon sokat fog adni. És milyen emléket őrzöl azokról, akik kiutaznak? Hát nagyon nehéz egyet választani, mert nagyon a szívemhez nőtt ez a pár ember. Úgyhogy talán leginkább az Azora Fesztivál tudnám kiemelni, ahol együtt voltunk mind egy héten át, és egy nagyon szép közösségi élmény volt, ami lehet, hogy valamennyire hasonlítani fog Ecuadorra. Úgyhogy ez. És mit szól a családod meg a barátaid ahhoz, hogy te is ki fogsz majd utazni és eltölteni ott egy-két hónapot? Hát édesanyám aggódós típus, úgyhogy rendszeresen szívrohamot kap az ilyen ötletektől. De egyébként örülnek is neki, hogy ilyen szép helyre megyek, és érdekli őket, csak aggódnak egy kicsit. És amúgy mi az, amit így elvársz ettől az utazástól? Hát elvárás az nincs, mert tudom, hogy jó lesz. Nem tudok olyat kitalálni, aminek meg kell lennie, mert úgy is tudom, hogy egy kaland lesz, és egy teljesen más világ, és nekem az elég. Nekem az korábban is elég volt, mikor utaztam, hogy egyszerűen teljesen más, mint amit itthon tapasztalok, és az már pont egy jó élmény ahhoz, hogy engem előre vigyen, tehát semmi más extrát nem várok. Mi a kedvenc ételed, gyümölcsöd, amit ott ki szeretnél próbálni, vagy szeretnél ott rendszeresen fogyasztani? Hát én mangómániás vagyok, meg az avokádót is viszonyatosan szeretem. Igazából nagyon vágyom is rá, hogy ilyen tiszta ételeket tegyek, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy meddig bírnám ezt, meg hogy mit csinálni a testemmel, lelkemmel, hogyha hónapokig csak gyümölcsöket ennék, az nagyon érdekel, és nagyon szeretem a gyümölcsöket. Csak itthon nem annyira, mert itt éretlenebbek, meg keményebbek, meg nem olyan lédúsak, de szerintem ott nagyon-nagyon szeretném. Úgyhogy minden gyümölcs jöhet. És mit gondolsz, hogy fogod bírni majd a rovarcsipőseket? Hát szerintem nem vagyok olyan nagyon kényes típus, szóval el fogom fogadni, amennyire tudom. Mást úgy sem tudok csinálni.
Hát most nagy a számít. Majd lesz valami. És mit tennél, ha majd Ecuadorba erdőbe sétálva szembe jönne egy jaguar? Hát valószínűleg erősen sokkolódnék, és nem nagyon tudnék racionálisan cselekedni, de ezt el fogom olvasni, mit kell ilyenkor csinálni. Valószínűleg, mivel ő prédának tekint, nem olyan jó, hogyha gyengének tűnök, tehát valószínűleg megpróbálnék egyenesen állni, és nagynak tűnni, és nem elfutni, hanem a szemébe nézni. De nem tudom, hogy ez menne ott való helyzetben, vagy összepisilném magam, és elfutnék, vagy ilyesmi. És mit csinálnál, hogyha indiánok jönnének szembe az erdőbe? Szerintem tőlük nem félnék, így mosolyognék, megintegetnék. Hát csak nem bántanak. Nincsenek szerszámai, amit elvehetnek. És van-e valami, amit ki szeretnél ott próbálni? A vízesésben fürdést. Mesztelen? Hát persze, hogy nem. És mi az, ami a legjobban fog hiányozni Magyarországról? Hát a barátaim, akiket szeretek. És meddig tervezel ott maradni? Hát egy másfél-két hónapot, valami ilyesmi, még nem tudom. De semmiképp sem ragadnék ott szerintem. Inkább csak ilyen tapasztalatszerzés, aztán van itthon dolgom. És mit gondolsz, milyen emberként fogsz onnan hazatérni? Szerintem, ha lehet, akkor még kicsit nyitottabb leszek, és felszabadultabb. Ez csak az én elképzelésem. Hát, mikor ilyen nagyot utazok, akkor nagyon felszabadult leszek, és tele leszek energiával. Úgyhogy ez talán így lesz. Szia, Szilvi! Szia, Zsófi! Hogy vagy? Én jól, és te? Jaja, nagyon jól. Ecuadorról fogunk beszélgetni. Te mit tudsz Ecuadorról? Szomorú időket éltem át Ecuadorban, mert akkor jött pont a Covid, úgyhogy jót nem tudok mesélni, csak az, hogy vagy egy hónapig voltunk hostelben, ahol bezárva, meg ilyesmi, úgyhogy, de hát azt majd bepotolom március végén, mert megint megyek. Tényleg? Kiutazott te is Ecuadorban? Puha, hát a Robertnak van ott egy nagy baráti kör, és mind vegán, és a dzsungelben, úgyhogy oda nagyon vágyódok. És éltél már dzsungelben korábban? Igen, már voltam Mexikóban is, meg Kolumbiában is dzsungelben. És mit üzensz nekik, akik kiutaznak? Én azt üzenem, hogy szeressék egymást, segítsék egymást, és élvezzenek minden pillanatot. Milyen emlékeket őrzöl azokról, akik most kiutaznak? Hát, én mind a hármat nagyon szeretem, és hiányozni fognak, de a szívemben benne vannak, úgyhogy nem szakadtam el tőlük. És te, neked mi az, amit vársz ettől az utazástól, amikor majd kimész? Amikor megyek, én mindig a meglepetéseket szeretem, úgyhogy nincsenek úgy elvárásaim, vagy hogy ilyen vagy olyan lesz. És van valamilyen félelmed az utazással kapcsolatban? No. Én csak egytől félek, a fogorvostól. És mi lesz ott a kedvenc gyümölcsöd? Puha! Minden, ami ehető! És mit szól a családod, hogy elutazol? És meg a barátaid? Most már megszokták, első időben nagyon aggódtak. Mondták, hogy őrült vagy. Így, ahogy mondod, de mondták, hogy te nem vagy normális. Minden biztonságot feladsz, és akkor megkérdeztem, és mi a biztonság? Csak önmagad vagy a biztonság. Meddig tervezel ott maradni? Ameddig jól érzem magam. Nincs idő, hogy ekkor vagy akkor, ezért is csak egy útra veszem a repülőt, és ha nem érzem jól magam, akkor tovább lépek. Mi fog hiányozni Magyarországról? Jaj, hát ez jó kérdés. Akárhova, milyen országba elmegyek, például a Magyarországról elmegyek, hiányozni fog a magyar beszéd.
És ilyen hosszú ideig, mint most vagyok Magyarországon, még nem voltam. És egyre jobb, bővebb a szókincsem, és egyre jobban szeretem, és egyre jobban érzem magam magyarnak. Oh. És milyen emberként fogsz hazatérni? Hát biztos megint teli élményekkel, és akárhonnan visszatérek Európába, mindig a lelkem sokkal gazdagabb, és mindig szerettek adni magamból, akiknek szüksége van a lelki boldogságra. Van még valami, amit el szeretném mondani? Én csak azt szeretném, hogy szeretlek titeket, és szeretek veletek lenni, és ez nekem egy óriás ajándék. Ennyit. Köszönjük szépen, mi is szeretünk téged. Puszillak titeket. Szia, Marci! Sziasztok! Na, vágjunk bele, te mit tudsz Ecuadorról? A messzi egyenlítői országról? Hát nem eleget. Szerintem. A nyelvüket már tudom, ha bár az őslakó, vannak őslakos nyelvük. És van egyébként egy ekvádori barátom. Itt lakik Budapesten. Számomra nagyon kedvelt, meg szeretett barátok fognak most Ecuadorba menni. És a többi az majd rajtuk múlik. Te kiutaznál utánuk? Kiutaznál az esőerdőbe? Igen, kiutazni. Köszönöm. 10 éve már voltam a Dél-Amerikában, ott, de az esőerdőnek a másik oldalán, úgyhogy szép emlékeket őrzök. Melyik országban voltál? Ez Brazil-Argentin határ. És milyen volt? Hát nagyon eszméletlen, hogy a dzsungelnek az illata, meg ott ilyen vízesések, meg stb. Szóval nekem csak jó benyomásom van az egész. Én elfogult vagyok a Latin-Amerikával kapcsolatban. És mit gondolsz, meddig bírják majd a többiek az esőerdőben? Hát a Jablonszka az nem bírja sokáig. A Jablonszki az hamar fel. Hát ez a Marce meg köztem lévő ez a ilyen színlelt ellentétnek volt csak a része. Jól fogják bírni, ezek mindenki bírnak. És mit üzensz azoknak, akik most kiutaznak? Mit üzenek? Kívánom, hogy váljon valóra, amit szeretnének, és kívánom, hogy érezzék jól magukat, és minden menjen flottul. Mert egyébként is így lesz, valami kívánom se kéne, de most ezt kívántam. És van valamilyen emlék, amit átéltél azokkal, akik elutaznak, amit így meg tudnál most osztani? Valamilyen kiemelkedő emlék, vagy kellemes emlék? Hát nekem a Robi a vegánságom kezdetén, én amikor 2014-ben vegán lettem, akkor egyébként ez egy szép emlék, így visszagondolva, hogy én néztem, hogy a Robi ott banánfát ültet, meg Floridában van, és akkor tavaly begurultam Vác felől a vegán vakációra, és egyszer csak észrevettem, hogy amúgy itt a Robi díszít éppen egy lámpát, azt hiszem a lámpát szögeltétek fel a vegán vakáción. Akkor Marcival kapcsolatban, hát vele sorolhatnám a mindenféle jó emlékeket. Szerintem most azt az emléket mondanám, amikor már vegán vakációról beszéltünk, az első vegán vakációra, mire én leértem, ő már elment, mert annyi szúnyog volt a Tiszánál. Úgyhogy vártam, hogy találkozunk, meg hogy majd bandázunk, meg stb., de nem volt ott. Vikivel kapcsolatban. Hát a Vikivel többször mentünk gombát szedni, az jó volt, meg például amit a Marci szülnapjára csinált, ilyen vegán sneakers szeletet, az szerintem az a legjobb volt, amit így ebben a műfajban. De megy még valaki rajtuk kívül? Hármunkon kívül? Vikinek egy barátja megy. Ja, jó, de én vele sose találkoztam, ne. Úgyhogy nem. Oké, és te is szoktál sokat utazni, van valami következő úti célod? Nem, most jelenleg nincs.
Nincs, úgyhogy ezt, én még nem eljártam a kékes tetőn, úgyhogy lehet, hogy egyébként azt szeretném a legmagasabb mostani magyar csúcsot így megmászni. Tippek az utazóknak? Szerintem ne legyen gátlásotok a spanyollal kapcsolatban. Szerintem a spanyollal kapcsolatban, hogyha úgy érzitek, hogy egy szót nem tudtok, vagy nem jól mondjátok, nyugodtan mondjátok a spanyoloknak, nem fog senki se tapasztalatom szerint rondán nézni, hogyha egy nem ment ki. Kézzel, lábbal menni fog az. Értékelik azt, hogyha próbálkozol. Persze, meg értékelik, hogyha nem nekik kell angolul beszélni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban ne legyen gátlásotok, próbáljátok az angol szavakat valahogy spanyolosan kimondani. Úgyhogy talán ez lenne a tanácsom. Szia, Bori! Sziasztok! Te szívesen mennél az őserdőbe? Igen, nagyon szívesen. Mivel még gimibe járok, ezért ez egy ideig még nem fog tudni megvalósulni. De az a tervem, hogy mielőtt egyetemre megyek, szeretnék csinálni egy gap year-t, és akkor szeretnék majd valamennyi időre kimenni. Mert főleg amikor megnéztünk egy dokumentumfilmet, akkor így teljesen bevonzott ez az egész. És ebben a gap year-ben így csak fele fogsz utazni? Vagy inkább egy helyre mész? Hát még nem alakult ki pontosan, de szeretnék önkénteskedni is talán valahol, még azt nem találtam ki, hogy hol, de Ecuadorba biztos szeretnék menni, főleg, hogyha, amit a Robi is most mondott, hogy egy kis közösség ott lesz, ott így ebből a magyar társaságból, akkor mindenképpen szeretnék menni. És neked mi lenne szerinted ott a kedvenc ételed vagy gyümölcsöd? Fú, hát szerintem tök sok gyümölcs van ott, amit így alapban lehet, hogy még életemben nem is ettem, de így most a banánt mondanám. És mit gondolsz, a többiek meddig bírják majd ott az esőerdőbe? Szerintem bírják, bírni fogják. Ja. Mit üzensz azoknak, akik most kiutaznak? Azt, hogy érezzék magukat nagyon-nagyon jól, és fürödjenek sokat a vízesésbe, és kiránduljanak sokat, és egyenek nagyon finomakat, és nem tudom, élvezzék az életet, maga a szabadságot, meg ezt a természet közeli visszakapcsolódást a természethez. És van-e valami emléked, amit átéltél azokkal, akik most elutaznak, és szeretnéd megosztani? Hát vannak nem YouTube-kompatibilis emlékek. Hát akkor kezdeném a Marcival, mert őt ismerem a legrégebb óta, és én nagyon hálás vagyok neki, mert amikor aktivista lettem, akkor ő volt az egyik első ember, aki nagyon elkezdett belevonni így ebbe a társaságba, és ezért nagyon hálás vagyok neki. És például ő hívott el először a Sunfesztiválra, ami azóta nekem a nyaramnak az egyik legfontosabb pontja, és mindig körülbelül a legjobb élménye, szóval ezért nagyon hálás vagyok neki. A Robival, hát főleg ilyen közös éneklős zenélős emlékek vannak. Amikor először találkoztam vele, az vegán vakációm volt, és akkor én így estére érkeztem oda, és akkor már rögtön így közösen zenéltünk a tábortűznél, meg énekeltünk, és nekem ezek mindig hatalmas élmények. És azt külön köszönöm neki, hogy írt nekünk egy indulót. Ez szerintem nagyon különleges. És hát a Vikivel én körülbelül most nyáron találkoztam, meg beszélgettem úgy igazán először, de azóta a közös élmények, amiket átéltünk, így nem tudom, most így ősz elején azok nagyon-nagyon jók voltak. És ha már te kiutazol, akkor van-e valami, amit ott szeretnél kipróbálni, Ecuadorban? Szerintem nincs egy ilyen külön, mármint egy ilyen specifikus dolog, inkább csak ezt az életmódot, hogy felkelsz, ott vagy a dzsungelben, leszeded a gyümölcsöket, megeszed, sétálsz az erdőben, megfürdesz a vízesésben, és így csak boldog vagy, és harmóniában vagy, és
nem tudom, ezt nagyon szeretném átélni. Szerintem nagyon fontos néha egy kicsit kiszállni így a városi pörgésből, és így a természetben lenni. Szerintem ennek hatalmas ereje van. És ha oda utaznál, és abban a gap year-ben több helyre is eljutnál, és önkénteskednél, akkor szerinted utána milyen emberként térnél haza? Szerintem olyan emberként térnék haza, akinek már egy nagyobb látóképe van a világra, és több szemszögből is tudja nézni. És ezért mondjuk, ha megyek egyetemre, akkor már tudatosabban tudok egyetemre menni. Igen, például egyébként azon is gondolkoztam, hogy a gap year-embe, mármint ez igazából egy olyan dolog, amit valaha az életembe szeretnék, hogy ilyen őslakos indián törzsekhez ellátogatni, és tanulni tőlük, mert szerintem olyan tudásuk van, amit így most így modern emberként akre fel tudnánk használni, mert teljesen más gondolkodásmód, ami szerintem nagyon hasznos tud lenni. És például, igen, ez is érdekel, tehát ilyen nézőpontokat is szívesen így átélnék. Oké, van még valami, amit megosztanál? Hát csak azt szeretném megosztani még, hogy én nagyon hálás vagyok annak, hogy ilyen fiatalként egy ennyire nyitott és inspiráló és szuper jó fej közösségbe be tudtam kerülni, mert szerintem nem minden velem egy idősnek adatik meg, hogy ennyire tudatos baráti körük tudjon lenni. És ezért borzasztó hálás vagyok nektek, és köszönöm szépen. Szuper, köszönjük. Szia, Laci! Sziasztok! Te mit tudsz Ecuadorról? Azt, hogy Ecuador? Na, ezért bevágjuk. Te élnél az őserdőben? Az őserdőben? Hát ott nincs glutén. Úgyhogy igen, mégis sem. Véletlenül sem eszem glutént, úgyhogy ez... Akkor te szeretnél kiutazni majd? Kiutazni igen, kint lenni nem tudom. Igen, hát kipróbálnám. És szerinted a többiek meddig fogják bírni ott Ecuadorban? Hát Maci már bírta, nem tudom, Maci nem kibírja sokáig. Mit üzensz azoknak, akik most kiutaznak? Hát, hogy atoszkodjanak a tudatmódosító szerektől. Tartózkodjanak a jaguároktól, a kígyóktól. Te mit csinálnál, ha találkoznál egy jaguárral? Hát átmennék az utca túl oldalára. Utca? Csungelbe. Csungelbe. Piros lámpán átmennék. Igen. Van-e valami kellemes emléked azokkal, vagy azzal valakivel, azok közül, akik kiutaznak? Hát mindenkivel nagyon jókat bulisztunk együtt. Macival nagyon jó együtt dolgozni. Ő viszi el a munka jaguár részét. Jó munkás ember, Maci. Jó munkás ember, Maci. Macinak a türelem az erőssége. Tehát Macit nehéz kihozni a sodrából, és mindig megtalálja a könnyebb, a rövidebb utat. Te tervezel valamilyen utazás mostanában? Legközelebb szerintem csak jövőre fogok utazni, majd Erdélybe. Addig nem tervezek semmit. Majd látogass meg Székelyföldön engem is. Székelyföldön. De arra is? Hát Csíksomjóra megyek. Mert mint hogy Kőr is Patak, Csíksomjó. A búcsukor jössz? Búcsukor. Addig nem tervezek semmit. Oké, köszönjük!